10%-ot kapott. Önnel Szami Tibor 36,7%-ával. A két jelölt között mindössze 429 szavazat a különbség. A választott jelöltben második fordulót kell tartani. Ebben a Kassák gimnáziumban található szavazókörben tegnap este 11 órakor zárták az urnákat, este 7 órakor ugyanis még 200-an vártak arra, hogy leadhassák szavazatukat. Követte a pártelnököt az MDS szóvivője. Dávid Ibolya után Kerék Bárti Szabolcs is lemondott az ő elnökségi tagságáról.